Az ülés kezdetén napirend előtt Petres Sándor, az önkormányzat alelnöke elmondta, a Csíkszeredai Megyeháza tanácsterme felújítása miatt tartottak kihelyezett ülést, amelynek ezúttal Székelyudvarhely adott otthont. A 31 tagú testületből 5-en hiányoztak, módosították a 2013-as költségvetést, valamint elfogadták a 2012-es évezárszámadását. A testület belefoglalta a megye költségvetésébe azt a 9,4 millió lejt, amit a kormánytól kaptak és az utak aszfaltozására fordíthat. A szűkös pénzkeret miatt idén mindössze 3 megyei úton lesz szőnyegezés, a Bélbor felé vezető 174 A-jelzésűn, a Székely-Derzsés Székely-Muzsna közti 133-ason a muzsnai eltérőig erre a részre több mint 1 millió 300 ezer lejt költenek, valamint a 128-ason Orotvánál is lesz fejlesztés. Birtana József, a megyei tanács alelnöke közölte, ha nem érkezik további kormánypénz erre a célra, banki hitelből finanszíroznák az út felújítást azokban az esetekben, ahol a dokumentáció korábban már elkészült, csak a pénz hiányzik. Nagyon szűkös a keret, mondtam, megyei út összesen három van, egy Gyergyózónában, egy Gyergyó-Tölgyes fele, illetve Bélbor fele, bocsánat, és az Udvarhelyi útszakasz, több projektünk van előkészítve, volt egy olyan féligéret, hogy talán még ősszel, de gondolkodunk abban is, hogy Európa Fejlesztési Banki hitelt vegyünk fel, hogy erőteljesebben tudjuk ezeket a munkálatokat folytatni. Minden a finanszírozás függvénye. Amit még tudni kell, az, hogy lehet, hogy ez az év nem lesz a hatalmas nagy fejlesztések éve, pont a pénzük emiatt, de annál inkább szeretnénk terveztetni, tanulmányokat készíteni, hogy 14-től tudjunk pályázni. A testület határozott még a Gyergyó-Szentmiklósi műjégpálya felújításáról, erre 930 ezer lejt irányoz elő a megyei tanács, de csak jövő tavasszal, a következő szezon végén kezdik el a munkálatokat, addig viszont valamennyi szükséges procedúrát lebonyolítanak, beleértve a közbeszerzést is. Továbbá 2 millió 600 ezer lejt különítettek el a Hargita megyei templomok és más egyházi létesítmények építésére, javítására. 30 ezer lejt az idősek nemzetközi napja alkalmából szervezett rendezvény támogatására, 370 ezer lejt ifjúsági programokra a Hargita megyei tanács ifjúsági alapítványon keresztül, 160 ezer lejt Hargita megye turisztikai és kulturális értékeinek népszerűsítésére, 25 ezer lejt pedig a romániai kerékpáros körverseny támogatására. Régészeti ásatások idei támogatására 31 ezer lejt hagytak jóvá. A testület ugyanakkor visszavonta azt a korábban meghozott határozatát, mellyel Farkaslag a községi vízrendszerét átadták a Harvíz RT-nek, vagyis a továbbiakban a vízrendszer működtetését a falu láthatja el.